Sziasztok! Dizerti küldött nekünk egy házat. Nekem, Jay Moore-nak és Steve-nek természetesen. Nézzük csak. Ah, hoppá, kikötő. Hoppá, wow. Majd oda is ellátogatunk, de egyelőre nézzük meg ezt a csodálatos házat ezekkel a csodálatos szökőkutakkal, gondolom. Ja. Tök jó. Nézzük, azt mondja, Steve és Jay Moore szállója. Rép pupák a béneházőző emlékére, ezt tetszik. Azt mondja, erre akkor én először nézzük meg ezt, mert önző vagyok, ugye Steve? WC Steve-nek belépni tilos. Hát nem is tudom, akkor... innen nézzük, mert Steve nélkül én sem tudok bemenni. Nem egészséges lefolyni a szennyvízbe. Majd meglátjuk, mennyire egészséges lehet, hogy mégis. Kit belépsz. Felmelegszel. Gyönyörű szép kandalló. Érdekes, hogy a WC azért üvegburkolatú, szóval fura. G. Gyerekszobája. Wow. Úgy soha a gyerekszobám. Wow. Na tessék. Nem véletlenül van ez itt szerintem. Na, opá. Szerintem ez utalás volt valamire. Amit lehet, hogy csak én értek. Vagy csak lehet, hogy csak én értem utalásnak. Fotel. Ja, csücs. Egy hatalmas képet láthatunk, és abban gyönyörködhetünk. Fotelra ülve. Hálószoba. Wow, tiszta szexi. Kár, hogy csak egy személyes. Franciágyat csipázom. Nyit, zár. Lássuk csak. Wow. Yeah. Ez tetszik. Ugye hát mi is látjuk, hogy mi van oda fönt, csak előbb elmegyünk kipróbálni ezt a szexi ágyat. Na, jó reggelt! Új napra virrott. Hát, legvégénre hagyjuk szerintem a WC-t, amin nem szabad lefolyni. Na nézzük a tetőt. Wow, mekkora galéria. Nagyon vagány. És innen lehet valahogy bepottyanni. Valamelyik. Vagy csak egyik van? Hát azon az egyikon keresztül. Ha megtalálom. Vagy nem. Nem találok olyan blokkot. Se baj. Nézzük nagyjából, hol lehet. Á, hogy üveg is van. És ezt nyitja. Ezt a... tetővilágítás nyitja gyakorlatilag. Azt hittem le lehet esni, nem vettem észre az üveget először. Szóval igen, ott onnan lehet belátni. Meg itt is be lehet látni, hogyha jól vettem észre. Na jó, nézzük meg Steve részlegét is. Ó, oh, kicsit szűkös a folyosó itt. Sauna. Na. Ah. Kellemes.
Na jó, nincs időnk szaunázni, Steve, mennünk kell, körbe kell nézni gyorsan az egész lakást, aztán majd videón kívül szaunázhatsz. Galéria. Yeah, itt már francia ágy van, érdekes. Jay Moore vendégszobája személyesen neki bekészítve. Ajaj, az mit jelent? Ah, Hát, mit vártam, egy ágyat legalább, más nem is. Egy ágyal már meg vagyok, nézzük. Hálószoba. Wow, három személyes hálószoba? Hú, az durrá hangzik. Ebédló. Tök szívesen leugornék a tetőről, csak hogy megessek egy kis tortát. De nem fogok, mert annak Steve valószínűleg nem örülne. Na jó, először nézzük meg a tornyot, aztán a legvégén megnézem azt a WC-t, ahova Steve-nek tilos belépnie. Plonty. Nyerünk. Na. Na. Hogy? Ha nem jössz rá, keresd a vízben. Wow. Kombinációs zár. Veszett egy dolog. Próbálgassunk azért. 1-0-0-0-0. Nem, fordítva, fordítva kell ezt. 1. Végülis csak pár ezer kombináció van, szóval hamar rájön az ember. Na. Jó. Az a baj, hogy ez ilyen kombinációs zárokat hamar föl lehet törni, mint mindjárt meglátjátok. Tadám, fel is törtem. Bocs, hogy nem kerestem a vízbe. De így egyszerűbbnek láttam. Tutoriál, állj fel az állványra és tartsd az ugrást. Érdekes, nem tudtam, hogy létezik még működő vízilift. Csodálatos. Steve. Ó, Steve, köszönj szépen. Ez az, amiről mindig is álmodozott. Tessék, Steve. Hamarosan a sorozatba is megkapod. És ez az enyém. Ó. Tessék, berakok ide is egy kis zenét megint csak. Nézzük, mi van még. Tessék, egy képet kiraktam. Kíváncsi, hogy le lehet-e ereszkedni. De most nem fogjuk kipróbálni, inkább gyönyörködjünk a hatalmas nagy palotának a látványába és a zenének a szépségeibe. Ha annak a tetején is lenne valami. Menjünk vissza, akkor mégis ereszkedjünk le. Ó, elúszott a csónakom. Ah. Most veszem csak észre, hogy a tetőn van valami. Az előbb itt volt egy csontváz. Mindegy. Na, innen már nem szól a zene.
Na, ott lehet fölmenni, észre se vettem. Buh. Ez gyakorlatilag vízben úszik ez az egész. Még se kellett kiszállnom a csónakból. Na jó. Nézzünk föl. Alig vettem észre, de észrevettem. Távolból föltűnt, hogy van valami. Valahol. Nézzük. Aha! Ezek mik? Annyira ismerősnek tűnnek. Nem tudom, na mindegy. De hogy nem tudom, tudom mi ez. Ó, és majdnem lemaradtunk erről is. Na, hoppá, remélem nem halunk meg. Haha, sikerült nem meghalni. Határozottan jó. Lehet kijönni a vízből. Na ez mi? Hoppá! Ez látványos és egyszerű. Tök jók az ilyenek. Csak... úgy érzem, hogy ezek exploitok és... hát én nem fogok ilyeneket építeni a sorozatomba, viszont ennek ellenére mégis láthattok nálam ilyen dolgokat, mivel láthatjátok más épít. Na, köszönöm szépen Dizertinek ezt a csodálatos... wow. Szóval ezt a csodálatos worldet, ezt a mapot, ezt a házat, mindent, amit csinált, ezt a sok időt, amit fordított rá. Sziasztok!